Érettségi. A végzősök rettegnek ettől a szótól. Kedden utána jártunk annak, hogy a közgázban hogy érzik magukat a diákok, milyen volt a matek, és hogy sikerült a magyar. Hétfőn reggel magyarral kezdték meg a diákok az érettségi tárgyak sorát. A tanulók kissé feszülten tekintettek az előttük lévő napok elé, hiszen a középiskolás éveket lezárva az első jelentős próbatételük vette kezdetét. Az idei magyar érettségi több szempontból is megújult az előző évekhez képest, ami kellemes meglepetés lehetett, mivel ismert szerzők, ismert műveivel találták szembe magukat a diákok a középszintű érettségin. Valamint hétköznapi műfaj állt a rendelkezésükre az érvelés és a motivációs levél írásánál egyaránt. Középszinten a tanulók Petőfi imázsáról szóló szöveggel is találkoztak, továbbá két műelemzéssel kapcsolatos kérdés közül is választaniuk kellett. Mi a matek érettségi napján mentünk a közgázba, hogy kicsit érdeklődjünk a részletekről. A megírt dolgozatok után fáradt arcokat láttunk, ami nem volt meglepő, hiszen sok energiát vett ki a tanulókból a hónapokon át tartó felkészülés és az erről való számotadás. Az eredményeket izgatottan várják. Az idei tanévben a közgazdasági szakgimnáziumban 64 tanuló tesz érettségi vizsgát, ezeknek egy része a rendes érettségi vizsgát vesz részt, illetve vannak olyan tanulóink, akik előrehozott érettségi vizsgát tesznek, vannak olyanok, akik szintemelő vizsgát, van, aki javító vizsgát, van, aki pótló vizsgát, sokféle vizsgát tesznek, csak úgy érdekességképpen felolvasnék néhány konkrét adatot. Emelt szinten 22 vizsgázónk lesz, emeltből angol nyelvből, biológiából, egészségügyi ismeretekből, kémiából, közgazdasági ismeretekből, magyar nyelv és irodalomból, matematikából is, és történelmből vannak legtöbben emelt szinten vizsgázók. Vannak, akik korábban is tettek érettségit a jelenlegi végzősök közül, angolból, németből, töriből többek között. Új dolog a közgazdasági ismeretek, ugye ettől a tanévtől kezdve, aki szakgimnáziumban érettségizik, akkor egy kötelező jelleggel egy szakmai tárgyból, egy ugyanis komplex szakmai tárgyból érettségi vizsgát tesz, és ennek következménye az, hogy már az érettségi bizonyítvánnyal együtt egy munkavégzésre feljogosító szakmai végzettséggel is rendelkeznek. Itt a közgazdasági vonalon hosszú neve van, ezzel felolvasnám. Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor végzettséget kapnak a tanulók a bizonyítványok mellé. Megkértük, részletezze a feladatsor követelményeit. Tegnapi nap folyamán a magyar nyelv és irodalomból megkezdték meg az érettségizők a vizsgaidőszakot. Két részből áll a feladat. Az első részben egy szövegértés feladatrészről kellett dolgozniuk, illetve volt lehetőség arra is, hogy egy érvelő fogalmazást választanak, valamint arra is volt lehetőség, egy motivációs levelet írjanak. Most nyilván itt a választási lehetőség meg volt, tehát az első rész az mindenképpen kötelező volt a szövegértés. Forgatásunk idején már szállingóztak a teremből azok a diákok, akik befejezték a matekot, köztük Szilárd is. Mivel hétfő volt az első nap az érettségiben, ezért mindenki kicsivel feszültebb volt, mert ugye még sosem csináltunk ilyet, és hát érdekes volt. Mint minden évben, az idejében is voltak találgatások, hogy mire lehet számítani a feladatokat illetően. Ezek teljesüléséről is megkérdeztük a frissen érettségizett tanulót. Az ilyen előjóslatokkal kapcsolatban csak annyit, hogy semmi köze nem volt Arany Jánoshoz, pedig azt jósolták sokan, hogy benne lesz, de nem volt. Érdekes volt, mikor meglátom azt a szót, hogy dagerotípia, és sem hallottam még róla, de szerencsére ezzel nem csak én voltam így egyedül. Az idő sokszor problémát jelenthet, ha sok kifejtendő kérdés van. Idén azonban elegendőnek bizonyult a 4 óra a feladatok megoldására. A matekkal szemben az első és a második részre is elegendő idő volt. A megújult érettségivel kapcsolatban megoszlanak a vélemények. Vannak, akik örültek a magyar órákon sokszor elhangzott ismert szerzőknek, és vannak olyanok is, akik nehezebben fogadták el az újításokat, ugyanúgy, ahogyan a mateknál. Kinek könnyebb, kinek nehezebb. Elég
érdekesen. Majd júniusban megtudom, hogy mennyire sikerült rosszul. Hát én a legjobbakat remélem tőle. Többnyire olyan feladatokkal találkozott, amikre számított. Geometriában bízott, és ez bejött. Mivel az első része 45 perc jut, az egy kicsit szűkös volt, de a második részben hát mindenkinek kitelik az a két óra, vagy 135 perc. Adásunk idején már túl vannak a nehezén a diákok. Lazításra azonban szó sem lehet. Jön egy utolsó hajrá, a szóbeli érettségi.